Köszöntöm Önöket! Világrekordot állított fel a VIP sminkmestere Dévényi Kati, aki bekerült a Guinness Rekordok könyvébe, ugyanis pihenés nélkül 2 teljes napig sminkelte a sztárokat. Többek között Steiner Kristófot is, aki elárulta, hogy szájfény nélkül ki sem lép az utcára. Dévényi Kati sminkmester világrekord kísérletre adta a fejét, a maratoni sminkelés rekordját szerette volna beállítani. Senki nem próbálkozott még ehhez hasonlóval, nemhogy Magyarországon, de a világ egyetlen országában sem. Kedden este 7 órakor startolt el a maratoni sminkelés, majd 2 nappalon és éjszakán át meg sem állt Kati keze. Számos ismert ember adta arcát a kísérlethez, miközben megtudtunk 1-2 titkot sminkelési szokásaikról. Az az igazság, hogy én szájfény nélkül soha nem lépek ki az utcára, ez nálam egy alapfelszereltség, és ez a legnagyobb kedvencem, ez egy csokoládé ízű és illatú szájfény, és bár nagyon sok van otthon, az az igazság, hogy mindig végül ez az, ami így a zsebemben landol, és most is elmaradhatatlan volt, amikor ide jöttem erre a smink rekordra. Kapott Zsóka régóta dolgozik együtt Dévényi Katival, a megismerkedésükre mindketten szívesen emlékeznek. 14 éves korom óta ismerjük egymást, de a Kati elmeséli, hogy történt az első találkozás, nagyon kedves. Beviharcottam az üzletbe, és mindent le akartam verni, vagy ahogy volt. Úgy jöttél be az üzletbe, egyszerűen minden jobbra van egy drrrr, megérkezett egy kis szőke, cserfes csaj, és akkor mondtam, hogy nyugi, állj meg! Azonnal elkapott, hogy milyen jó kis arcom van, meg milyen szép bőröm, és sminkes, és el is kezdtünk 14 évesen dolgozni. Gallusz Nikit már első találkozásuk és közös munkájuk alkalmával meggyőzte Kati profizmusáról. Katival nemrég találkoztunk egy fotózáson, és akkor is csodálatos sminket csinált nekem, akkor tulajdonképpen egy újság címlapjára készült ez a smink, és egy kicsit extrém volt, tehát ha én úgy emlékszem, akkor ez egy nagyon-nagyon babarózsaszín száj, és egy különleges vonal, ami, ha jól emlékszem, a 60-as éveket igen, idézte. Lebegőmélyítő szakszóval. Igen, szóval az nagyon jó volt, ez volt az utolsó munkánk, de fogom keresni a Katit. Nikivel a kitűzött idő feléhez érkezett Kati, amikor Frebato egy kis bűbájt, míg Kósréka energiát és vidámságot hozott a monotonnak tűnő munkába. Teltek az órák, fogyott a kávé, a szőlőcukor, és születtek a szebbnél szebb sminkek, majd csütörtökön elérkeztünk a rekordkísérlet végéhez, amikor is Katinak még mindig volt ereje a jó kedvre. A 40. óra végén 111-ként kaptam meg a sminkemet Katitól. Kati, hullafáradt vagy? Érezni még nem igazán érzem, de biztos, hogy ha lemegy ez a nagy stressz, akkor tudja, hogy aludni fogok. Megbántad, hogy vállalkoztál erre, vagy így most már utólag örülsz is neki? Nem szoktam megbánni. Azt, amit esetleg elhatározok, azt általában megteszem, véghez viszem, de holnap nem kezdeném újra. Tehát most per pillanat nem kezdeném újra holnap. Nincs benned olyan érzés, hogy most így jó darabig nem szeretnél ecsetet és szemszeruzát látni? Nincs, hiszen ez a munkám. Tegnap ilyenkor említetted, hogy nem volt holdpontod addig a pillanatig, azóta eltelt 24 órában volt-e? Igen, ez a tegnapi nagyon nyüzsgős nap után éjjel 2 és 4 óra között jött, úgy a csapatra egyáltalán úgy jött rá, hogy mindenki kezdett már a figyelmének a minimumám lenni, és... De segítettük egymást. És milyen jó, hogy kibírta Kati a 40 órát, mert nagyon szép pillanatokat élhetett meg. Sikerült teljesíteni a maratoni rekordok szabályai szerint a 40 órán keresztül történő megszakításmentes sminkelési tevékenységet. Sikerült felállítani a sminkelés maratoni magyarországi rekordját, úgyhogy
ebben a témában örömmel és szeretettel gratulálok az új. Itt van velünk a vonalban Dévényi Kati. Szia, Kati! Elterjedt a hír, hogy a rekordkísérlet utáni este rosszul lettél. Igaz ez? Ez egyáltalán nem igaz. Nem tudom, hogy ki az, aki mondjuk ilyet mond, de aki ott volt a sajtótájékoztatón, annak egészen más véleménye volt rólam abban a pillanatban. Ha lehet azt mondani, hogy 40 órát az ember állva végig dolgozik, akkor talán igazoltan lehet lefeküdni mondjuk délután 4 órakor. Aludni. Mennyit aludtál a rekordkísérlet utáni este? 16 órát aludtam, reggel fél 9-ig aludtam, de éjfélkor fölkeltem ilyen fél álomba, aztán hajnaltól megint reggelig azért nem volt olyan mély az álom, de ezt is tudja mindenki, ha a szervezet nagyon megterhelt, akkor sokkal nehezebben tud pihenni. Fogtál-e sminkecsetet azóta a kezedbe? Azóta még nem, ha csak annyira nem, hogy magamat kisminkeltem azóta minden nap. Köszönjük szépen, és gratulálunk a rekordkísérlethez. Most pedig